Tegnap volt augusztus 20, és ugye ez az államalapítás ünnepe. Hogyha a zenekar kap nagy lehetőséget, hogy egy ünnepet, egy bármi, ugye vannak ilyenek, hogy nem tudom, balkezesek napja, meg a nem tudom, Nicaragua napja, meg a fehér lap napja, meg szóval minden. Hogy de tényleg, hogyha ti négyen eldönthetnétek azt, hogy minek lenne napja, hogy mit szentelnétek meg, milyen ügyet, akkor mi lenne az? Ezt így rakjátok már össze négyen, hogy mi lenne az a nap, meg mutassatok már a naptárba egy napot. Én mindig nyárban gondolkodom. Legyen június 27 Menyhért Lászlónak. Csak viccettem, mit hülyeség. Hát nem is tudom. A harmónia napja lenne jó, hogyha egész nap minden harmonikus lenne. Tehát minden olyan szépen menne, ahogy nincs semmi gebasz is, nem történik semmi. De nyáron lenne, az biztos. Valami könnyen vagy megigyezhető dátum. Nyáron, mert akkor lehet bulizni kint. 7. hó 7 vagy valami. Igen. Esetleg szeptember 11. Na. Én műanyagmentes napot csinálnék, ha még nincs olyan, tehát hogy abszolút senki ne vegyen műanyagot, és abszolút senki ne is dobjon ki. Hát olyat akartak már, de nem jött lesz össze. Is ilyen. A francba. Találtam egy 20-as. Majd. Műanyagmentes nap, na az jó ötlet. Én egy műanyagmentes napot akartam. És akkor vissza a műanyag pohárban. Én meg itt a műanyag telefonom, már ez régi műanyag, ez jó. Az nagyon jó. Lebomlási idő 1500 év. Hát én a harmóniát szavaznék, de a műanyagmentes nap is nagyon jó lenne. De zenével kapcsolatos nap szerintem az van elég. Csinálunk. Működjön minden. És ne lövöldözzenek egy napig, meg ne öljenek meg senkit, hogyha lehet. Azért nem nagy kérés. Ja. Csak a világhatalmaknak telefonálom. Halló? Igen. Biden? Bocsánat, csak le kéne egyezni, most mi lenne, mi legyen az. És volt? Nekem mindegy. Nekem is. Én passzolok, jó? Maradhatunk a műanyagára. Legyünk a műanyagmentes nap, engem is nagyon idegesít. Most, amit láttunk a MOL parkolóba, elvittem el. Bazd meg. Visszamentünk 50 évvel. Hát ez borzasztó volt, komolyan. Vagy akár... És ott tettek. De ez Horvátországban is így volt a tengerpart. Bárhol így van. Úgyhogy műanyagmentes nap, és június. Júniusban legyen az még olyan kis... Legalább egy szemetet felszedne a földre valaki. Mindenki. Illetve mindenki. Azna. Egy darab szemetet így a földre. Akkor legyen június 11. Júni 11 műanyagmentes nap. És szedd föl a szemetet. Csak péntekre esik. De tényleg? Sokkot is kaptál most. Teljesen. Hát figyelj, neki kéne kérdezni. Megveszik, és ezt az ötletet átviszik franchise-ba a világ összes országába. Ja. És zacskóba árul. És úgy, hogy még azt is ti határozzatok meg, hogy milyen programok lennének ezen a napon. A világon minden. Az jó lenne. Az erős. Mi a Wembley-be játszanánk aznap. És a Queen lenne az előző. Hát ilyesmi. Nehéz kitalálni, rengeteg vágya van az embernek, hogy mi lenne egy olyan nap, meg egy ilyen nap. Fú. Én több napot, tehát én hetente csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, de akkor az minden héten. Az se rövidített hét? És akkor úgy? Ja nem. Hát csütörtökön megindulunk. Koncert, pénteken koncert, szombat, koncert, vasárnap. Te bírnád, mert 28 vagy, de én. Hát de csak 29 vagy. Azt hittem a 4 napos munkahetet akarja bevezetni, mint Japánban. Ott elfelezik 3,5-3,5. Ezen kívül nem tudom mit mondani. Ezen kívül nem tudom mit elmondani. Hol a viszki? Jó, én alapvetően élvezem ezt a beszélgetést. Ja, abszolút. Pont most néztünk egy interjút, egy gyulai galériába adta egy fickó 8 éve egy festőművész, Laci Gyulán lakik, és hát az be volt nagyon rúgva. Jó, Fatilla, ha megihleti, megfogja a tintát, azt megrajzolja, ennyi. Ki van írva, én vagyok ott a képek. Na mi is egy ilyet akartunk, de azt be kell rúgni. Ja, neked megy. Simán elhízik. Azért izgulunk, hogy mi szépen hazaérjünk a 140 kilométeren, ezt ne legyen semmi útlezárás, meg bucska, bicska. Mert az még szar az utazás. Matrica is jó legyen, ugye? Matrica már nem kell, elcsesztük. Elcsesztük-e? Figyeljetek, ott van ez a telefon. Egy valakit fel lehet hívni, és elújságolni neki, hogy a ti hatásotokra megcsinálták a műanyagmentes világnapot, és a világon minden országában ezt be fogják vezetni.
Hát, hogy egy csúnya beszéd nélkül. Illetve játsszuk már azt, hogy fölhívjátok, kihangosítjátok, és elmondjátok neki, hogy gyere. És akkor ugye, anya, Zoli, Biden, Trump, hosszom a bőrét, már nem tudom ilyen. Fölhívnám egy régi barátomat, aki mondjuk 28 éve halt meg, drogtúladagolásba, és akkor még mindenki eldobálta a szemetet. Most látná, hogy most is mindenki eldobálja a szemetet. És mondanám meg, hogy képzeld, Zsolti, írtam rólad egy dalt 96-ba, sajnos már későn. De ma meghalt, nem tudjuk. Akkor már halott, dehogy nem. Ezzel a telefonat fel lehet és hát mondanám neki, hogy azért szerintem még kibírná. Mondanám neki, hogy ezt a világot szerintem még bírná ő szerette. Nagyon pezsgő gyerek volt, néptáncos volt. Lehet, hogy te nem emlékszel, mert te is néptáncos vagy. A Balasi nagy tehetsége. 96-ban 4 éves volt. Lehet, hogy nem emlékszem. Én azt imádom, az ilyen megrendelt, konkrét témájú, elkészítendő dalokat valamiért mostanában rá vagyok kattam, hogy magamtól csinálom úgy, hogy fel se kérnek. Csak odatolom, hogy csináltam egy dalt, nektek tetszik. És akkor nézzük, hogy... Hogy kezdődött? Csináltam. Ennek a dalat. Hát ezt nem tudom. De nem úgy, mint a DCG. Nem úgy, mint az Alma zenekar. Itt vannak a szuperkukkák. De az az Alma. Nem tudom, hát ezt gyorsan össze tudnám hozni. Legutóbb csináltam egy sárkányhajós csapatnak, Himbuszt nem tetszett neki. Aztán múltkor voltam egy művésztáborban, azoknak is csináltam egy, azt tetszett nekik szerencsére. Bár elég rossz volt a dal, de nem tudom a műanyagmentes dal milyen lenne. Volt egy olyan dalszövegem, műanyag mocsár az volt a dalszövegben, hogy ellep a műanyag mocsár. És én akkor már arra gondoltam 90-es évben, hogy hoppá, minket el fog egyszer lepni. Tehát már félig megszületett ez a dal. Ellep a műanyag mocsár. Hogy volt? Teljesen ezen fogunk gondolkodni. Annak is nagyon ilyen pozitív szövege volt, az volt a cím, hogy ragadd meg, folytsd meg.